hallhatnak. Üzdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Búró Szilárd a vonalban, pénzügyi innovációs vezető titulussal. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Na, esik végre? Az eső még nem, a részvénypiac annál inkább. Na, mi meglepő? Igen, úgy tűnik, hogy egy alapos korrekciós napba csaptunk itt be ma. Ugye tegnap már Amerika is korrigált némileg, de ennél jóval nagyobb mínuszokkal kezdett Európa. Hogyha itt a Európa szerte nézem a piacokat, akkor szinte mindenhol 2% fölötti van, ahol 3%-ot is elérő mínuszt látok. Ehhez képest a budapesti értéktőzsde, de 1,6%-os jelen pillanatban látható BUX esése szinte alul teljesítőnek mondható, mármint az esés értelmében. 600, közel 600 pontos BUX esést jelent ez most, és ha nézem az egyedi részvényeket, gyakorlatilag ott is mindenhol pirosan villogó számokat, vagyis negatív elmozdulást lehet látni. Az egyik vezető ebben az esésben az OTP, amely most éppen 2,4%-kal van lejjebb, 11.040 forinton volt, picit 11.000 alatt is, jelenleg úgy tűnik, hogy ez itt a fontos alátámasztás, ez a 11.000 forint. A MOL 0,6%-kal van lejjebb, 1960 forinton volt az utolsó kötés, a Richter 0,5%-ot esett, 6.910 forinton jár most ebben a pillanatban, és az M-Telekom 0,7%-os csökkenése 382 forintot jelent most ebben a pillanatban. Hogyha nézem a kisebb részvényeket, hát ott is nagyjából mindenhol 2-3% körüli esés, nincs igazán kiugró most ebben a tekintetben. Egyetlen kis zöld számot látok, ez a Waberer, szóval 1,2%-ot tudott emelkedni, de gyakorlatilag minimális forgalom mellett, úgyhogy lehet, hogy csak egy átkötés volt. Hát meg az elmúlt két év vesztese volt, hát igazából ha kicsit fölfele megy, akkor sincsen. Volt honnan, igen, ez a kategória. Az amerikai határidők szerint folytatódik a józanodás, vagy... Igen, alapvetően ott is elég jelentős 0,5% körüli mínuszokat látok, tehát egyelőre úgy tűnik, hogy ez a tegnapi Fed komment most inkább elbizonyította a piacot, hogy mégis nagyobb, hosszabb, mélyebb recesszió lehet, de én azért azt gondolom, hogy ez most egy átmeneti korrekció, és azért lássuk be, hogy volt honnan, tehát olyan ralik voltak itt, amik inkább azok voltak indokolatlanok, úgyhogy ez most benne van a pakliban. Én is így éreztem, de a piacnak mindig igaza van, tehát el kell fogadni, hogy én éreztem rosszul. Ezért a Tesla szinte ingyen van. Ja, hát igen, az ezres Tesla, igen, arról is beszéltünk. Nagyon jó. Forintot is megviseli-e mindez? A forint meglepően jól tartja magát. Volt itt egy kis gyengülési lendület, de visszatért a 345-ös szint alá, és úgy tűnik, hogy most ez az a kulcs érték az euróforint kapcsán, amire mindenképpen figyelni érdemes. Ahhoz képest, hogy milyen a hangulat itt szerte a Európában, ahhoz képest a forint számomra meglepő módon jól tartja magát, és hogyha dollárral szemben nézzük, ott ez most 303.50-es árfolyamot jelent, svájci frannal szemben 322 közelében vagyunk, de összességében azt gondolom, hogy van miért optimistának lenni a forint tekintetében. Ugye itt, amik most az MNB körüli hírek, illetve események is esetleges stratégiaváltásról pletykálnak, vagy találgatnak, inkább azt mondom, az elemzők, ez alapvetően a forintot inkább segítheti, és ennek megfelelően akár további erősödés is lehet benne. Uh-huh. Oké. Okay. Jó van, hát nagyon szépen köszönjük az információkat. Szép napot kívánunk. Köszönöm, szép napot, sziasztok! Szia, szia! Búró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető mondta el, hogy milyen volt a tőzsdenyitás, illetve hogyan reagált a forint a rosszabbra forduló nemzetközi hangulatra.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.